Sziasztok, én Dávid, és nem más, mint a Subaru Story következő része, amiben újra összefoglalom, hogy az elmúlt kicsit több mint egy évben milyen foglalkozásokat igényelt az autó, vagy nem igényelte, de megcsináltam rajta. Hát most se hagyott unatkozni. Mint ahogy látszik, nem sok minden változott az autón, legalábbis így első ránézésre kívülről, kivéve a hátsó szárny, ami egyből feltűnik, hogy sokkal nagyobb, mint a régi, majd erről is mesélek, de azon kívül rengeteg apróság történt az autón, ami hát nem ennyire szembetűnő, de ugyanúgy fontos, sőt, sokkal fontosabb volt, hogy meg legyen csinálva, mint egy nagy hátsó szárny. Az autó továbbra is csak egy hobbiautó, amit akkor csinálgatok, amikor így időm, pénzem, kedvem engedi. Azon kívül meg igazából, hát én is szeretem ugye azt megcsinálni rajta, amit tudok, meg amire merek vállalkozni, így nyilván ebben benne van az is, hogy nem mindig van jó vége. Ugye a legutóbbi részt azt különböző tervekkel, illetve bűvésztrükkel zártam le. Spoiler alert, a kocsiban még mindig nincsen beltér, nincsen új ülés, meg semmi, egészen más irányba kanyarodott el a dolog, de szerintem ez érthető. És a másik, a bűvésztrükk, és azt mindenféleképpen minél előbb meg kellett oldani, mert beázik az autó, rozsdát eteti, nem jó. Szóval elkezdtem vizet önteni különböző helyekre, és az első hely, amit megtaláltam, az az első jobboldali torony és tűzfal között lévő rész, ami egy eléggé tipikus rész, itt is egészen elkezdett kivirágozni, megkapargattam, és hát megmutatta magát a rozsda, mert az addig rá fújt, nem tudom, valamilyen védő, fedő cucc, az eltakarta. Közben Juniorral konzultáltam, ezt itt láthatjátok. Mert amúgy ez itt azért ilyen, mert itt mindig megállt a víz. Azután és miután már itt le volt kezelve, ahogy itt megáll a víz, ahogy megtelik, arra kezd el lecsorogni, és szerintem úgy megy be azon a lyukon. Mert az előbb oda konkrétan slaggal beküldtem vizet, és jött ki szépen belül, tehát csak ide spricceltem be vizet, és úgy jött ki belőle, ahol szokott. És ugye innen a szélvédőről is le tud folyni oda, ha itt jön. Viszont idővel rájöttem arra is, hogyha csak simán beöntöm a vizet a vízelvezető részhez, ami az első szélvédő előtt van, akkor onnan is befolyik a víz. Szóval ott ugye több hely, üreg összeér így lemezekkel, és ez ugye eléggé szépen át volt rohadva több irányba, szóval eléggé komplex volt a probléma. Majd utána kivettem a utastér ventilátort, hogy ott az anyós lábtérnél a szőnyeget jobban fel tudjam hajtani, és jobban belássak, és hát jobban be is láttam, és hát amit láttam, az nagyon nem tetszett. Rengeteg rozsda és foltozások, ami akkor ugrott be, hogy az Junior csinálta, amikor ott voltam nála, illetve hát ott volt nála az autó, én nem mindig voltam ott, és akkor ő csinálgatta. Ugye ezt az oldalt egyáltalán nem is tervezte csinálni Junior, meg nem is terveztük, hogy ott van bármi, csak megkapargattuk, és az lett a vége. És hát ott ugye lettek foltozások, de hát el se lett utána normálisan dolgozva, meg semmi, szóval egy ilyen aranyos próbálkozás volt a lakatos szavaival élve, de mondta, hogy hát ezt ott ő úgy nulláról kezdené, szóval körbevágná a dolgokat, és akkor ő kipótolná, ahogy kell, mert hogy közben feljöttem vele a kapcsolatot, hogy hát ezt meg tudná nekem csinálni, és természetesen elfogadta. Szóval el is vittem, küldött közbe képeket a folyamatról, most is, hogy hogyan foltozgatta, hogyan vágta, és ő ugye közben jelezte, hogy hát ennek a lemeznek a másik oldala, az a jobb első kerékjáratnak a fala, szóval az is érintett a dologba, ami ugyanúgy beugrott, hogy ja, ott is, mintha valamit csináltunk volna, ott se túl sok minden, szóval azt is nulláról kezdte. Szóval a végeredmény szerintem magáért beszél, ez így eléggé jónak tűnik, és azóta természetesen nincs beázás, a toronynál se látok semmit, hogy kezdődne, vagy valami, szóval. Azt mondta, hogy nagyon-nagyon kipucolta, olyannyira, hogy a fékcsövek neki útba is voltak, ezért a fékcsöveket el kellett vágnia, hogy ki tudja húzni a fékcsöveket, és normálisan odaférjen, normálisan kipucolja, viszont normálisan kipucolta, és elméletileg az ott most itt tök király lesz egy jó darabig. Minden esetre eléggé jó összepattintotta, aztán hívott fékest, aki rakott toldást a fékcsőre, ahol elvágta, és igazából teljesen kultúrált, és reményeim szerint majd a burkolatnak se lesz útban, amikor majd rakom vissza a belsejét. És a lakatosnál végeztünk, valószínűleg egy jó darabig, mert most már aztán tényleg csak nem találok majd újabb dolgot, amivel kell menni a lakatoshoz. Gondoltam. De mindegy, hát az a rész az nagyon patikának tűnt, szóval el is kezdtem visszapakolni a dolgokat, ugye ott van tehát egyrészt az utasventilátor, illetve ott van az ECU-nak a helye, és hát az ECU-t, amikor kiszedtük még annon 4-5 éve az egész autó belsejével együtt, a tartó konzolja olyan szinten volt elrohadva, hogy az valami elképesztő. Nagyjából felismerhetetlenségig volt rohadva az a rész, ami valószínűleg egy csavar volt a több közül, ami a konzol tartja a padlólemezhez, és hát az úgy konkrétan megszűnt létezni az a csavar, nagyon durva. Ebből is gondolom azt, hogy ott már egy jó ideje volt beázás az anyós lábtérnél, akkor is, amikor még nem volt kivéve a belseje 4-5 évvel ezelőtt, és az ott gyönyörű szépen beázott, a szőnyeg, meg az a hangszigetelő szivacs, genyó, ami ott van bent, az mind szépen ott megtartotta a vizet, és ott így pácolódott bent, szóval gyönyörű szépen ezt a csavart is ott szétrohasztotta. De még igazából örülök, hogy időben el lett kapva, mert a csavaron kívül úgy egészen tiszta volt. Ezért is nem sietem el a belső visszarakását egyébként, hogy biztosan minden beázástól mentes legyen. Szóval a teljes konzolt fogtam, és felújítottam, szépen lefújtam feketére, plusz utána rájön egy ilyen fedél, ami egy ilyen lábtartó is ott az anyósnak, és azt is szépen felújítgattam, feketére lefújtam, így egész stabil, egész kultúrált, még ha nem is látszik, de legalább be van kezelve a fém, és hogyha ne adj Isten bármilyen más víz érné a jövőben, akkor talán nem egyből kezded annyira rohadni. Meg olyan jó érzés, hogy nincs ott rozsda. Tehát olyan rossz érzés így visszarakni a rozsdás alkatrészt. Épp ezért szoktam nagyon sokszor azt csinálni, hogyha találok egy rozsdás alkatrészt, még ha nem is annyira rozsdás, mint ez, csak mondjuk ilyen kis felületi rozsda van rajta, akkor fogom, és szépen lépésenként felújítgatom, és lefújom feketére. Rozsdátlanítom. Ennek egyébként nem sok értelme van abból a szempontból, hogy tökéletesen meg lenne az ott még 10-15 évig azzal a kis felületi rozsdával, ami rajta van. De nekem ez ilyen kis satisfying projekt, hogy így csinálgatom, és akkor olyan jó, hogy így rozsdás, és aztán meg szép fekete, és így tök jó így ránézni, meg így jó érzés visszarakni az alkatrészt, szóval ezt csak így magamnak szoktam így szórakozásból csinálni, viszont legalább gyakorolgatom azt, hogy hogyan kell egy rozsdás fémet lekezelni, kicsikét megszépíteni. Ehhez először mindig egy fúró drótkefe kombót szoktam használni, az ég küldte, gyönyörű, olyan szinten leszed mindent, a festéktől, a rozsdától, az már ilyen beleevett rozsdától kezdve mindent, nagyon-nagyon kevés ilyen szög van, amikor olyan bonyolult formája van egy fémnek, hogy nem férsz oda, amit nem tudsz ezzel megoldani, és teljesen fémtisztára lepucolni. Ezután természetesen letisztítom a felületet valamilyen higítóval, áttörlöm, hogy a szennyeződések lejöjjenek róla, hogy jobb legyen a tapadása festéknek. Ilyenkor még lehet, hogy érdesítenem kéne jobban a felületet, hogy jobban tapadjon a festék egyébként. Ezt mostanában vettem észre, mert az szokott lenni a probléma, hogy amikor egy olyan alkatrész kerül valahova, amit utána fog egy csavar, ami általában mindig így van, akkor ahol a csavart ráhúzom, az úgy oké. De utána, hogyha mondjuk valamiért le kell szedni, akkor mikor már leszedem, akkor ott már leszedte a festéket a csavar körül, ahol meghúzódott a csavar, hiába rakok alátétet, az is megnyomja annyira, hogy utána, amikor levegyem, akkor így letöredezzen ott azon a kis részen a festék, szóval vagy nem jól tapad, vagy a festék nem jó. Sok minden lehet, ez is egy külön szakma. Na mindegy, hogyha a pucolás megvan, és még maradt rajta bármennyire kis rozsdafoltocska, amit mondjuk így beleette már magát az anyagba, és mondjuk nem tudok kiszedni, vagy nem hozzáférhető, akkor rozsda átalakítót ráküldöm. Azt itt láthatjátok, hogy melyiket használom, meg hogy miből mit használok. Ez tök jó bevált, gyorsan csinálja a dolgát, és elméletileg alapozónak is jó, az van legalábbis ráírva. Habár utána mindig alapozni szoktam, mostanában ezt a cinkalapozót használom, ami elméletileg korrozióvédő, gondolom úgy van összerakva egyeztetételeibe, hogy valamennyire jobban korrózióvédő, mint egy átlag alapozás, hogyha mondjuk sima festékkel csinálod, vagy valami. Nagyon jól fed, valamiért alig akar megfolyni, nem tudom, valahogy van egy súlya ettől a cinktől, vagy nem is tudom, egészen máshogy terül, mint a sima festék. Nekem nagyon tetszik, sokkal nehezebb vele hibázni, mint egy sima alapozóval, hogy megfolyások tekintetében, meg ilyenek. Nagyon érdekes. Én nagyon szeretem. Aki megért hozzá, az majd elmondja, hogy jó-e, hogy ezzel csinálom, vagy nem. Eddig jó nekem. Utána pedig száradási időket kivárva természetesen jöhet a festék, és hát abból többet is próbáltam. Volt, amikor olyan nagyon mezei kis fekete festéket használtam, igazából az se volt rossz, de amit mostanában használok, az ez igazából mint hogyha egy picikét jobban fedne, mint hogyha egy picikét kevésbé akarna megfolyni, valahogy jobban viselkedik, ha bár nem kamrába csinálom, szóval eleve itt teljesen lutri, hogy próbálok figyelni, hogy ilyen 20 fok környékén legyen az idő, meg ne legyen túl párás, ne legyen túl száraz, de hát nem egy kontrollált környezet, szóval így lehet, hogy éppen így sikerül, lehet, hogy éppen úgy sikerül, az időjárástól függően is, meg ja, szóval így. De ez így egészen jól így tetszik nekem, szóval ezzel szoktam, illetve használtam már ilyen másfélét is, ami fura, mert kerítés van rajta, ami tök fura, hogy úgy fújok egy autóhoz, hogy kerítésfesték, ami közben nem kerítésfesték, hanem fémfesték, tehát hogy ilyen rozsdálló elméletideg, de hát nem tudom. Amúgy ezzel sincsen azóta probléma, amióta felfújtam, és stabil, pedig egy viszonylag fontos helyre fújtam, szóval, ja. Ezen felindulva kezdtem bele egy olyan projektbe, hogy átnéztem a teljes padlólemezt, hogy van-e rajta rozsdafolt, vagy bármi probléma, és igazából azt láttam, hogy amúgy nincsen nagy gond, egy-kettő helyen van rozsdafoltocska, és akkor már azt gondoltam, hogy úgy szőnyeg lesz rajta, mindegy, hogy néz ki, de a rozsdafoltnál a festék jobb lehet, mindenképpen, szóval megcsinálom azt is. Viszont miközben tüzetesebben ugye átnéztem, feltűnt, hogy a jobb első anyós láptér résznél, már megint kihitte volna, ott ahogy van a szék, az alatt, az előtt szinte egyből lent a padlólemezen, van ilyen fekete trutyi a lemezen. Ezt a gyárba rakják rá oda a padlólemezre, mert hogyha nem raknák rá, akkor a lemez nagyon könnyű, és így be tud rezonálni akár a széltől, akár bármilyen mozgástól, szóval ez igazából ilyen akusztikai célból van ott. Viszont ez gyönyörű szépen tud takarni dolgokat, szóval valaki ezt így direkt leszokta kaparni az egészet, hogy megnézze, hogy mi van alatta, és hát szerencsére itt is én is így tettem, és volt is ám alatta bőven valami, mert hogy ott teljesen fel volt válva, fel volt púposodva, és ott volt alatta a szép marék rozsda. Hogy ez ott mikor kezdett el előjönni, ötletem sincs, mert eddig egyáltalán nem láttam. Viszont az biztos, hogy ott, mivel többször is beázott ugye autómosásnál, esőnél az anyós láptér, az gyönyörű szépen etette, és az alól annyira könnyen ki se tudott száradni, szóval ott is szépen ez így be volt pácolva, és egy ponton konkrétan így ki tudtam belőle szedni egy rozsda gumót, ami mint később kiderült, ahogy a lakatos elmondta, ez azért jött ki belőle, mert ott egy dugó van, ami egy gyárilag oda behelyezett fém dugó. Mert amikor az autónak a bódéját még a gyárban festik, akkor azt úgy csinálják, hogy beleeresztik egy medencébe, festékmedencébe lényegében kihúzzák belőle, és a fölösleges festék az ott alul kifolyik azon a lyukon. Miután teljesen lepucoltam róla a rozsdát, ez tökéletesen látszik is egyébként, hogy mennyire szabályos lyuk volt az, szóval ezen is látszik, hogy ez az a gyári lyuk, és ezt olyankor szépen bedugózzák, de úgy néz ki, hogy lehet, hogy az mondjuk valami vékonyabb lemezű dugó, vagy mit tudom, és akkor így egy kicsit gyorsabban átrohad, mint más, és hát így is történt. Próbáltam alternatív megoldásokat találni, de nem, úgy gondoltam, hogy ezt mindenféleképpen vinni kell vissza a lakatoshoz, szóval ismét felkerestem, hogy hello, ezt be tudná nekem foltozni. Nagyon jó fej volt, visszaírt, pedig egy ilyen kis munkával foglalkozni azért nem mindig szeretnek, mert hát kisebb túlzásra több időbe állni a garázsba az autóval, mint ezt megjavítani rajta. Gondoltam rá, hogy én beheggeztem, mert néha szoktam ugye hegesztővel így bohóckodni, de gondoltam, hogy ezt inkább ő csinálja meg, jól kezelje le, az lesz a biztos. Szóval megcsinálta nekem ezt is, ezt egy ilyen nagyon jelképes összegér igazából, És egyébként az előző nagy lakatolást, amit ott az anyós lábtérbe csinált, az meg ilyen 80 körül volt, de nem emlékszek pontosan. Az biztos, hogy hát figyelj, amúgy annyira nem vészes ára ahhoz képest, hogy ez egyik legrosszabb hely, amit lakatosnak csinálnia kell szerintem, legalábbis az egyik legrosszabb, szóval ja, nagyon becsületesen megcsinálta, szóval ahhoz képest én teljesen ki vagyok békülve azzal az árral. Viszont még mielőtt elvittem volna, egyébként átnéztem a teljes padlólemezt, és mindenhol ezt a fekete trutymót, ahol le akart válni, vagy mert ugye fel volt válva, le akart jönni, ott lekapargattam, és megnéztem, hogy mi van alatta. Szerencsére sehol máshol nem találtam alatta problémát, sőt, konkrétan sehol, mindenhol alatta az a gyönyörű szép alapozó színe volt, a gyári alapozó szín, szóval igazából ez egy ilyen egyszerű eset volt ezen a részen. Ja, igen, itt is találtam egy lyukat, ezt már el is felejtettem, ezt is megcsinálta a lakatos a másikkal együtt. Minden esetre, ugye folytattam tovább a padlólemeznek így a felújítását, azt a részt kihagyva, azt majd ugye a lakatos megcsinálja, de szépen körbe mentem, körbe küldtem a drótkefés megoldással, és szépen végigmentem ugyanazokon a lépéseken, alapozás, festés, ja, itt ugye kéket választottam, mert miért ne, meg ugye ezt a kerítésfestéket, ami úgy nézett ki, hogy eléggé strapabírónak tűnik, mert hogy azért mégis egy padlólemezről beszélünk, amiben azóta sincs benne a belső, hogy bármi védje, szóval kellett, hogy strapabíró legyen, és úgy néz ki, hogy az is, mert azóta egy sérülést sem látok rajta, pedig átnéztem nem olyan régen, és az azt jelenti, hogy egészen tartós lett. Közben amúgy, ha már ott voltam, akkor a kézi fék tartó konzolt is lefestettem feketére, meg a csomagtartó nyitót, az eléggé rozsdás volt. Vágta is a fémet, szóval azt meg jó, hogy megcsináltam. Azt is szépen átfújtam feketére, most már egy kultúráltabb. És amúgy azóta így be is fejeztem a lakatosnál a pályafutásomat, legalábbis egyenlőre. Kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz majd a következő. Nagyjából ebben az időszakban történt az is, hogy összefutottam egy sráccal 60-ban, tök random, akinek ugyanilyen GC8-a van, és már nagyon sok mindenen túlment vele, ő szerelgeti magának, és így nagyon jót tudtam vele beszélgetni arról, hogy ő mit csinált rajta, az enyémmel mi újság, mik rajta még, amit kell csinálni, stb. És tök jó észrevételeket mondott. A beszélgetés egyik nagyon jó pillanata volt, amikor valamilyen oknál fogva így mondta, hogy neki van az autóhoz gyári kézikönyve. És nem az, amiben bele van írva, hogy kell kinyitni a csomagtartót, meg néha cserélj benne olajat, meg ilyenek, hanem amiben több száz oldalon keresztül rendszerekre lebontva, csavarra lebontva, robbantott ábrákkal, olyan szintű leírásokkal, egy teljes könyv, hogy az valami elképesztő. Én nem is gondoltam, hogy ilyen létezik, hogy ennyire részletesen egy autóról valaki megírt ennyire részletesen szerviz utasításokat, hogy mondjuk például kuplung munkahenger csere ugyanúgy le van benne vezetve, hogy milyen lépések, hogy hogyan kell bemérni a gyújtáskábeleket, a gyújtáselosztót, minden. És ami a legjobb, ami nekem a legszükségesebb volt, hogy minden fontos csavarhoz van meghúzási nyomaték. Mert az volt a problémám, hogyha szétszettem mondjuk egy fontosabb rész az autón, például az övnek a tartóját, vagy pedig a kormánynak a csavarját letekertem, meg ilyenek, ami azért úgy jó, hogyha nem húzod túl, és nem szakítod be a menetet, és jó, hogyha jól meghúzod, mert mondjuk útközben nem fog meglazulni, és nem halsz meg ilyenek, szóval. Ez most még úgy valamennyire érzékeled, ha mondjuk nem húzod meg elég ide, hogyha mondjuk a felfüggesztésben nem húzol meg valamit jól, na hát akkor aztán ott nagyon nagy baj van. Szóval azóta ezt mindig használom, ezt a könyvet, hogyha bármit akarok rajta csinálni, utána nézek, hogy esetleg van-e valamilyen konkrét leírás arra a műveletre, hogy hogyan kell csinálni, extra információkkal, hogy mit érdemes tudni. Az összes csavarhoz ugye a nyomaték, ami a legeslegjobb, és annyira jó érzés, amikor itt tekered le így a nyomaték kulccsal, és elkattan, és tudod, hogy ez így van kitalálva, ezt így találta ki annak a tervező, ennek így kell lennie, és ez ugye esetek 99%-ában probléma nélkül működik is, vannak kivételek egyéb más okból, erre majd kitérünk. De például volt egy övtisztításom, annál is ugye nagyon jól jött, amikor az övcsatot kellett vissza tekernem, és az övcsatot egyébként azért vettem le, mármint a felfogatást, a felsőt, mert nagyon nehezen mentek vissza az övek. És a hátsó övet például nem húzta vissza normálisan, és akkor ha valaki hátul kiszállt, ha nem figyelt, akkor oda csukta az övet, és így úristen, majdnem megállt a szívem. Szóval gondoltam, ezt meg kéne előzni azzal, hogy visszamenjen az öv rendesen a helyére, ahogyan kéne, és kerestem a neten, és azt mondták, hogy ez semmi probléma, csak koszos. Mondom, mi ma? Azt hittem, hogy valami rugót kell benne cserélni, vagy mit tudom én. És akkor mondták, hogy leszeded az övet, ha le tudod, akkor az a legjobb, ha leveszed elő például a felső felfogatást, és akkor az egészet bele tudod lógatni mosószeres vízbe, úgyhogy az egészet kihúzod, oda raksz valamilyen csatot, ami megtartja, hogy ne ugorjon vissza, és az egészet amennyire tudod, belelógatod vízbe, áztatod mondjuk egy 10 percet, utána kihúzod belőle, átsikálod valami gyengédebb kis izével, kefével, megszárítod, így az ajtókra így ki lehet így gyönyörűen így teregetni, mint a ruhát, pár napig tartod száradni, attól függ éppen milyen idő van, mennyi idő alatt szárad meg, és utána gyönyörűen működik, mintha úgy lenne az öv. Hát én annyira örültem neki, hogy ennyire egyszerű volt ezt megoldani. Szóval egyébként, hogyha ti is szoktatok így autót bütykölgetni magatoknak, akkor nagyon javaslom, hogy szerezzétek be hozzá kézikönyvet, mert én megkaptam a sráctól, de az az övéhez volt, és az övé az 1-2 generációval az enyém előtt van, én meg inkább beszereztem a netről azt, ami teljesen csutkára az enyémhez van, és nem is tudom, $32 volt, életem legjobb $32 volt, life changer. Lehet, hogy valahol ingyen is fel lett volna, de nem igazán találtam egy hirtelen, szóval ezt így beszereztem. Na de visszaugorva, amikor a sráccal beszéltem 60-ba, a GC8-ával jött ki, és ez a szárny volt az ő GC8-án, illetve nem ez, hanem egy másik, hiszen amikor annó berendelte külföldről, akkor 2-t kért, mert igazából méne, majd maximum értékesíti, vagy ha az egyik sérültebb, vagy mit tudom én, érted, akkor továbbad rajta. Na hát ennek én nagyon örültem, mert pont azon gondolkodtam, hogy akarok majd rá nagy szárnyat. Egyszer valamikor, amikor már az jön prioritásba, minden más megvan, mert addig nem akarok rá költeni. Viszont, hát itt most nem nagyon volt mit tenni, sajnálom. Mert hogy úgy tudtam szárnyat venni, hogy láttam közben egy autón, hogy hogyan mutat, és láttam, hogy basszus, ez nekem nagyon tetszik. Szóval ennél jobb alkalom alikra lehetett volna, mert hogyha mondjuk Magyarországon valakitől veszem, akkor esetleg megkérem, hogy az enyémen nézzük meg, hogy áll, jó az illeszkedés, vagy még az övén meg tudom nézni, stb. De hogy akkor oda kell mennem élőbe, hogy lássam, itt meg minden adott volt, szóval tökéletes. Ugye ez egy replika üvegszálas szárny, szóval nem egy top quality egyáltalán, viszont ott megvizsgáltam az övén, szépen ült rajta, masszív, nem ez a libegős, lötyögős, leesős. Nem sokra ráláttam, hogy meghirdettem Facebook Marketplace-on, aztán mondom, úristen, most megyünk, megvesszük, nem érdekel. Ez nem mehet el másnak, mert akkor utána megint csak majd a keresgélés lesz. Szóval előrébb került a prioritásban sokkal, és hirtelen lecsaptam rá. Ha nem tévedek, akkor 80 000 volt, ami... Ha hasonló szárnyakat nézem az eBay-hez képest, akkor egyébként nem egy rossz ár, amúgy meg nyilván nem kevés, egész drága. Főleg, hogy egy nyilván nem is volt fényezve, egy teljesen ilyen naturális színe volt az egésznek, szóval azt meg utána fényeztetnem kellett. De mondtam, hogy egyefene, jöjjön. Haza is hoztam, fel is próbáltam az autóra, konstatáltam, hogy ez egészen jól áll rajta, szóval nem lesz ez rossz. Aztán levettem, mert ugye még a fényezésre várt meg hasonló dolgokra, de úgy el is raktam talán egy fél évre így ide a műhelybe, hogy majd foglalkozok vele. Addig még voltak más projektek, amik mentek és fontosabbak voltak. De eljött a szép nap, elvittem lefényeztetni, ugyanoda, ahol az autót fényezték, mert teljesen meg voltam elégedve, meg gondoltam, hogy remélhetőleg eltalálják majd ugyanezt a színárnyalatot, és sikerült, szóval nagyon jó. Nyilván ugyanúgy színkód alapján volt. Egy kicsikét furán néztek rám, amikor meglátták, hogy ennél bonyolult alakzatot nem is vihettem volna nekik fényezésre, de nagyon ügyesen megoldották, én igazából nem látok rajta hibát a laikus szememmel, szóval nekem ez már megfelel. Ez a fényezés volt ilyen nagyon jelképes összeg, ugyanúgy ilyen 30 000, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Utána még egy gratis polírt is kaptam az autóra, mert átnézték így nagyjából egy év távlatából, hogy mi újság van az autóval, hogy jött elő a fényezésén valami hiba, ami a fényezésből adódik, mert ugye mondták, hogy rengeteg git kellett az autóra, és azért azt trükkösebbe fényezni, mint hogyha nem 90%-ban gittes az autó, mert volt rajta mindenhol bőven. És hát egyébként meg voltak vele elégedve, amit meg úgy láttak, azt meg mondták, hogy rájavítanak, és valahogy és polírral megpolírozzák. De nem tudom, a lényeg, hogy ott hagytam náluk, és teljesen grátisba kaptam, szóval nagyon jó fejek voltak, ilyen tényleg innen is köszi nekik. És amikor hoztam el a fényezőtől, akkor mondták, hogy így hogy fogom ezt így felrakni, ez így jó lesz, és akkor mondtam, hogy nyugi, a gyári furat helyek ott vannak, tökéletesen illeszkedik, és akkor mondták, hogy jó, oké, de ez ha nem patikán illeszkedik, vagy mit tudom én, akkor a rezgések miatt, amit csinálni fog a szárny mondjuk majd 130-nál, akkor azok szépen, azok a kis rezgések ütni fogják a csomagtartót, le fogják ütni róla a fényezést, elkezd majd rozsdásodni, minden baj lesz. Szóval nekik az volt a tippjük, amit adtak nekem, hogy szélvédőragasztó pogácsát rakjuk oda a belsejébe, és akkor az úgy fog állni, mint a cövek. Mondom, ez tök jó, csak még egy kicsit tartok a műszakitól, meg egyébként is nem vagyok teljesen még meggyőződve, hogy nem túl nagy ez a szárny nekem, szóval én azt mondtam, hogy valami másik kéne, amit ha leszedek, és visszacserélek a régire, akkor nem kell feltétlenül újra fényezni a csomagtartót. Szóval szerencsére volt még nekem a hátsó lámpa tömítő pasztából elég sok, szóval gondoltam, hogy azt, mivel egy kis gyúrmaszerű, majd arról is beszélünk, azt beaplikálom így a furatok köré, meg itt végig az ívnél, fekete, szóval annyira amúgy nem látszik, csak ha nagyon nézed egy bizonyos szögből, szóval it's fine, és akkor az így stabilitást ad majd neki, viszont hogyha le kell szedni, akkor az nyúlik, és le lehet azt azért egészen könnyen, főleg, hogyha nem sokat használsz. Szóval így tettem fel és raktam, úgy éreztem, hogy mégis stabilabbra szeretném, hogy biztos, hogy ne legyen probléma, szóval a 2 csavar, ami egy oldalon van, annak csináltam plusz még egyet, mert a gyári szárnynál úgy van, hogy egy oldalon 2 csavar, plusz egy pöcök, ami nem tudom, a felrakásnál segítség, hogy belemegy a lyukba a pöcök, és akkor a 2 csavar meg már jó helyen van. Na most ezen van egy harmadik csavarhely is, ami a pöcök helyén van, ezen nincsen pöcök, mármint az újon, és ott ugye gyárilag van lyuk, de nem elég nagy, plusz alulról nincs is átlyukasztva, vagy csomagtartó, szóval azt ott átlyukasztottam, egészen clean lett szerintem. Ott majd esetleg megírja a csupasz fémet ugye lekezelni, ahol kifúrtam, de egyenlőre semmi probléma. És akkor oda még beraktam plusz 2 csavart, és így a 3 csavarra olyan stabil, mint az állat. Először, mikor ráhúztam, akkor úgy szépen ráfeszült, annyira is, hogy hát üvegszál, itt van egy kis repedés, meg valahol talán egy nagyon picike kis repedés keletkezett rajta, ahogy húztam rá, és ahogy feszült rá, mert azért nem tökéletesen illeszkedik, nyilván utángyártott, nem meglepő. De ezen kívül nem lett más probléma, nem lett nagyobb repedés, ez is alig látszik. Remélem idővel nem is fog tovább repedni, nagyon reménykedek benne, de egyenlőre most nagyon stabil. Ahogy vetemedett alatta ez a tömítés, idővel elkönnyült, szóval tudtam egy picit mozgatni a szárnyat, akkor még egy kicsikét ráhúztam a csavarokra, de most azóta már hónapok óta stabil, mint az állat, azóta jártam a fényezőnél, és mondta, hogy jó lesz, szóval neki elhiszem, hogy stabil, mert nem szeretném, hogy leessen, meg ilyenek, az nem lenne jó. Egyébként nyilván jobb lett volna, hogyha egy gyári szárnyat tudok rá szerezni, és akkor egyszerűbb a dolgom, viszont ez egy 22B replika szárny, ha nem tévedek, ugye ez a stílusú szárny azokra került csak, és hát 22B szárnyból, ha találsz is eredetit, akkor olyan csillagászati áron, ami egyszerűen elképzelhetetlen, szóval szóba se jön. Van a sima kétajtós változat ebből az autóból, ami nagyobb szárny van, de nem teljesen ez a forma, és őszintén nekem az annyira nem tetszik, főleg amiatt a kis vágás miatt, ami a szárny közepén van, nekem az valahogy nem. Szóval így nyilván maradt a replika, és így is úgyis egy replikánál kötöttem volna ki, szóval ja, ez van. És így felkerült a hátsó szárny, stabil, szép, és nekem nagyon tetszik. Eleinte nagyon furcsa volt, nagyon megváltoztatja az autónak a kiállását, mondjuk erre is volt szükség, hogy egy testesebb kiállást ad neki több szögből is, hogyha nézed, akár hátulról, akár ilyen előről 45 fokos szögből. Szóval miután túljutottam ezen a furcsa időszakon, utána már nagyon elkezdett tetszeni, és biztos, hogy vissza nem cserélném a másikra, szóval Nagyon király. Viszont van egy nagy hibája a gyári szárnyakhoz képest, mivel a régi szárnyamon volt hátsó féklámpa, ennek a gyári változatán van plusz féklámpa, ide középre belemarva oda az aljába, ezen viszont nincs. És ezen gondolkodtam is, meg fényezés előtt, hogy most belemarjak egyet, és hát ha sikerül, vagy keresek valakit, aki belemarja nekem, az igazából jó le fog kinézni, hogy találok olyan lámpatestet, ami pont oda jól belepasszolna. Viszont az a lámpa az kell, az biztos. Mert egyrészt, ha jól tudom, kötelező már egy bizonyos autó év, gyártási évtől, hát már csak belegondolva simán is fontos, mert nyilván most a legkisebb, amit szeretnék, hogy valaki hátulról belém jöjjön azért, mert nem vette észre, hogy mondjuk egy nagyobbat kellett fékeznem valami miatt, és hát ezt elsősorban úgy előzzük meg, ahogy csak tudjuk, például úgy, hogy rakunk egy plusz egy féklámpát középre fölülre, ami alapvetően nem világít, csak amikor rálépsz a fékre, akkor villan fel a semmiből, tehát észrevehetőbb, mint a sima féklámpa, aminek alapból van egy fénye, mivel ugye ez egy helyzetjelző is, és utána kezd el jobban világítani, ha fékezel, szóval egész egyszerűen kell. És akkor beugrott, hogy mi lenne, hogyha simán fognám és úgy megcsinálnám, mint sok autóban van, hogy a hátsó szélvédő mögé rakok egyet. És szerencsére egészen könnyen lehet is találni ilyen lámpatestet online, nem olcsó volt, amit én választottam, viszont Hella márkájú, ami azért mégiscsak jót jelent. Nem akartam egy ilyen eBay-es letszalagot oda bekókányolni, mert azt nem éreztem volna túl jónak, hogyha már berakom, akkor működjen is. És igazából egy pozitív és egy testkábelről beszélünk, azt ha oda viszed, akkor ez fog világítani, és kész, ennyire egyszerű. És ugye gyárilag a kábel a hátsó lámpához, ez a plusz hátsó lámpához, itt fölül jön, a csomagtartó nyitási mechanikára így rájön, és ahhoz, hogy le tud venni nyilván a szárnyat, van rajta egy csatlakozó. Azt a csatlakozót kicsikét bentebb levágtam, és raktam rá még egy csatlakozót, meg a levágott kábel másik oldalra is egy csatlakozót, hogy ez a kettő összedugható legyen, ha szeretném. Viszont csináltam az új hátsó lámpára is egy csatlakozót, ami belemegy ugyanabba. Szóval nem akartam így teljesen véglegesen ott megszüntetni a gyári megoldást. Ilyen kis tök jó csatlakozók, amúgy így belenyomod, rápattintod, ilyen kis érdekes módon, de pepecseltem vele, de sikerült, és akkor így tök jól össze tudod építeni a megblankolt vezetékekkel. Szépen elvezettem a kábelt, ott a kalaptartó alatt volt ott gyárilag egy lyuk, amin átvezettem a kábelt, és tökéletes, ott van hátul a hátsó lámpa, az új hátsó lámpa. És hát, hogyha már ott dolgoztam a kalaptartó közelében, akkor eszembe jutott, hogy nincsen kalaptartó. Az még egy feladat, amit meg kéne oldani, azon is kitalálni, hogy akkor arra is egy lyukat fúrni, hogy akkor át tudjon rajta jönni a kábel, az hol legyen, meg minden. És akkor gondoltam, hogy ha már ezeken amúgy is gondolkodok, akkor megcsinálom végre a kalaptartót is, mert amúgy nem volt annyira nagy baj, de eléggé fosul nézett ki, ez egyértelmű. Főleg, hogy már egy-két éve ott a földön hever. Ugye amikor kiszedték, akkor a hátsó ablak hozzá volt ragadva itt-ott, maga a hátsó ablak ragasztója a kalaptartóhoz, szóval az biztos, hogy szakadva jött ki, mindúgy a kárpit rajtam, mindúgy pedig a kalaptartó is megtört egy-kettő helyen, szóval azt össze kellett valahogy így eszkábálni. Először jó alaposan megtisztítottam a kalaptartót, hogy az a fa, vagy nem is tudom miből van az a kalaptartó. Olyan, mint a préselt fa lenne nagyjából, szerintem az is. Azt úgy megtakarítottam, eléggé netszívó, szóval nehéz volt, de így napon kiszárítottam meg minden. Nagyjából összetűzdeltem, ahol szét volt így szakadva, és abban reménykedtem, hogy majd, mivel eléggé jól felfekszik ott hátul egy ilyen teljes fémfelületre, a kalaptartóra, akkor az stabil lesz, és hogyha rárakom a kárpitot, akkor az is majd összefogja, és akkor ez így jó lesz. Szóval szépen vettem egy darab ilyen fekete autó kárpitot, ilyen jobb minőségűt, jó telibe fújtam ragasztóval, több rétegben is, mert tényleg nagyon netszívó az a cucc, és szépen rá lett feszítgetve, ráraktam meg minden, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jó sikerült. Egy darab gyűrődés lett benne, a pont középen, viszont pont ahova a hátsó lámpa került, szóval nice, így lett tervezve. Tök jól egybe tartja a kalaptartót, és hát jó, azért még óvatosan kellett vele bánni, amíg bevarázsoltam a helyére, az se volt egy túl kellemes mutatvány, mert a hátsó is ki kell hozzá szedni. Nagyon jó, nyilván mindegy, de bepréseltem a helyére, és egészen jól mutat. Szóval, ja, ez a probléma is megoldódott. Illetve még hiányoztak belőle a hangszórók, amik eléggé rottyom voltak, meg kicsikét roncsolva is jöttek kifelé, amikor kiszedte a lakatos. Szóval mondta, hogy ezt így nem biztos, hogy érdemes visszarakni. Hát be is szakadt az egyiknek a membránja, amikor rosszul fogtam meg, szóval ez így meg is oldódott. Nem volt mint gondolkozni, szóval az volt, hogy akkor rendelek 2 ugyanolyat, mert legalább a lyukak stimmelnek majd, és amúgy is meg voltam vele elégedve, szóval miért rendeljek másikat. Ez ugyanúgy ez a Hertz 3 utas hátsó hangszóró volt, annyi, hogy már egy újabb verzió, de nagyon így ránézésre, beszerelésre semmi nem változott. Ahogy azokat is beraktam a kalaptartóba, egészen jól megfogták, meg lenyomták még jobban a kalaptartót, szóval így tök jó kirúgta magát, és tökre szépen egybe van az egész hátulja az autónak. Viszont az egyből feltűnt, hogy hát én sokkal jobb hangzásra emlékeztem ezektől a hangszóróktól. Lehet, hogy azóta már jobb hangcucokat használok, és egyébként hozzászokott a fülem egy más dologhoz. Az biztos, hogy ha felhúztam a mélyet a megfelelő szintre, amit én úgy szeretek, ami nem egy olyan nagyon magas, de azért legyen, meg azért érezd, akkor nagyon elkezdett torzítani, hiába hátul 3 utas, egy mély nyomót nem nagyon tud helyettesíteni. Amúgy elő meg egész tűrhető volt, főleg menetzajjal együtt, viszont ha beültél hátulra, akkor olyan szinten torzított a hátsó hangszóró már azon a ponton, hogy a szemed könyvbe lábad, szóval gondoltam, hogy na jó, azért ez így nem az igazi, kéne bele egy mély nyomó, amit így nem igazán terveztem, de most úgyis kim van a belseje, ezt még most meg kell csinálni, nincs mese. Szóval véletlenül megrendeltem egy mélynyomót, ami nem más lett, mint egy Hertz aktív mélynyomó, mert hogy mindenféleképpen aktívot akartam, és mindenféleképpen kicsi helytakarékost akartam, mert csak annyi volt a célom, hogy egy megfelelő mennyiségű mély legyen, ami kell a zenébe. Nem akarom, hogy rendszámtábla remektető, meg egész utca hallja, hanem egy ilyen jó hangzás legyen. Néztem róla review-kat, egészen jókat mondtak róla, hogy így önmagához képest jól teljesít, de hát nyilván audio cuccokban azért nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni dolgokat, nagyon sokféle szempont van, szóval hát így azt mondtam, hogy jó. Én meg elhittem neki, szóval azt mondtam, hogy jó, akkor legyen ez. Igazából, ha már a többi is Hertz cucc, akkor meg vagyok vele elégedve, miért ne legyen ez is az. Hát lehet, hogy találtam volna jobbat árértékarányban, nem akarok hazudni. Habár az árértékarány is megint egy olyan dolog, hogy most hangzásban lehet, hogy jobb árértékarányban van olcsóbban, de a frekvencia tartománya fele akkor, ami mit tudom én, szóval tényleg itt nagyon sok minden tényező közrejátszik, viszont éppen hogy csak elég lett. Qualityban teljesen hozza az elvártat, nagyon szép mély hangok jönnek ki belőle, viszont ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű mély hang jöjjön ki belőle, amikor menetzaj van, amikor távol van tőled nyilván a csomagtartóba, stb. Na akkor a határon mozog. Én legalábbis nagyon azt hallom a hangján, szóval pont jó, de amúgy azt hittem, hogy többre számíthatok így 80 000 forintból, de ja, tényleg ez a 80 000 így hangcuccoknál, ez így sok is, de amúgy annyira nem sok, szóval ja. Mindegy, összességében egyébként bevált, szóval teljesen elégedett vagyok, és ez kellett nyilván egy bekötő készlet, hogy be tudjam kötni, mert igazából annyira nem problémás ezt bekötni, főleg, hogy a fejegységem az ugye már nyilván nem a gyári fejegység, hanem egy utángyártott Pioneer fejegység, amin van RCA mélynyomó kimenet, ami adja a mélynyomónak a jelet, és az alapján kapcsolja is ki be a mélynyomót, hogy a hangerő alapján, szóval egészen egyszerűnek bizonyult a dolog, és amúgy az is volt. Szépen a pozitívat rá kötöttem az aksira, egyszerűen a csavarra ráraktam egy ilyen sarut, szerintem az úgy okés amúgy. Van a kettő sokkal luxusosabb megoldások is, de egyébként amúgy ez így szerintem jó. Utána egyből nyilván egy megfelelő biztosíték, utána átszenvedtem a pozitív kábelt a műszerfalon lévő gumidugón, amiben már több minden is jön, szóval nem volt egyszerű, de sikerült. az ugye onnantól kezdve a műszerfaltól már az RCA kábellel jött együtt, illetve plusz egy kábellel jött együtt, ami egy mélynyomóhoz tartozó, mély hang szabályzó tekerő, amit a műszerfalra rakhatsz ki. Az ott az elképzelésem, hogy felrakom, de aztán rájöttem, hogy a fejegységről is tudom állítani, meg amúgy sem fogom állítani, szóval így inkább nem akartam még jobban szétfurugatni a műszerfalat, már így is van elég baja, szóval azt gondoltam, hogy az, hát behúzom a kábelt, sok vizet nem zavar, de hogyha kell majd esetleg, akkor ott lesz. Így végig jöttem ott a padlólemezzen, padlólemez szélén hátra, ami nem biztos, hogy a legjobb hely, meg szabályos, meg ilyenek. Most egyenlőre ott vittem, mert az ajtónál nem tudom, hogy majd a műanyag burkolat mennyit fog engedni. Szóval, ja, az majd lehet, hogy oda át fog kerülni, és amikor már rakom be a belsejét, meg a műanyag burkolatokat oda oldalra. Most egyenlőre itt elvittem, és hátul szépen mindent bekötöttem, meg ilyenek, és működik. Ja, meg hát nyilván hátul csináltam ott neki mellette egy testelést, ami majd amikor berakom a kárpitot, akkor ott kell neki csinálni egy lyukat, vagy valahogy valamilyen illesztésnél bebújtatni a kábelt, de ami szerintem tök kultúrát lett, egy délután alatt megvolt, és tök jól szól. Jelenleg a mélynyomó rögzítése az még ilyen kis sufni tuningos, mint ahogy láthatjátok, egy másfeles részkábellel van megoldva, de legalább feketével, szóval azért az designba plusz 10 pont. Ez majd nyilván hozzá fog tapadni a izéhez, a kárpithoz, de hát még nincs kárpit. Ugye már tényleg így a legutolsó dolgokat keresem, hogy mi az, ami kell, mielőtt bekerülhetne teljesen a szőnyeg, szóval, ja... Már nagyon-nagyon közel van az a szőnyeg. Meg nyilván itt egymásból is következtek dolgok, hogyha már a szárny, akkor a hátsó lámpa, akkor már a kalaptartó, szóval így sokszor így elmész ilyen sidequestekre, és akkor csak így mész így a dolgokkal. Viszont, hogyha visszaugrunk a fő storyline-ra, akkor ott hát történt ugyanis, hogy közlekedtem az autóval, hát ilyen 100 fölötti tempóban, gyanútlanul, amikor is egy marha nagy csattanást hallottam balra fölfele a fejem fölül, oda kaptam a fejemet, nyilván az elsők között volt, hogy belenézek a baloldali visszapillantó tükörbe, és annyit láttam, hogy mögöttem az úton becsapódik a bal tető díszlécem. Ugye a legutóbbi videóban mondtam, hogy egy pár tető díszléc patentem hiányzik, hát ez nem is volt annyira pár. Egészen konkrétan oldalanként volt nagyjából 4, és akkor ez így nagyon okosan elosztva, egy elől, 2 felül, egy hátul. Ez így jónak tűnt, egészen addig, amíg pont nem egy ilyen 100 fölötti tempónál, az első patent egy picit elengedte, elvált a izétől. Onnantól kezdve pedig már egyenes út volt ahhoz, hogy bekapjon a lászél, amit én nem is gondoltam, hogy ez lehetséges, mert ez egy ilyen vékony dolog, de hát 100 fölött ott azért van levegő bőven, és azzal a lendülettel szakította végig a fönti kettőt is, a hátul egyet is, de hát ez így eleve mindegy. Ezt ugye amúgy se szabad felrakni. Nagyon örülök, hogy senki sem jött hátam mögött, se szembe, se sehogy, akinek neki csapódhatott volna. Nagyon égett a fejem, meg még most is ég a fejem, hogy ezt így egyáltalán felraktam, meg ez így megtörtént. Ezeken a régi autókon vagy elgyengülnek a patentok, vagy az inkább reális, hogy leszeded valamiért azt a bizonyos díszlécet, azt a bizonyos műanyagelemet, és amikor visszarakod, akkor a fele patenttel tudod visszarakni, mert a másik fele törve jött le. Tudom, hogy ilyenkor nagyon nehéz új patentokat találni, én is ezzel voltam bajba, hogy eBay-en találtam patentkészletet, amivel úgy voltam, hogy jó, majd megrendelem, addig jó lesz ez így. Hát nem volt jó, előbb kellett volna megrendelni, azután már megrendeltem, itt van a polcon. Szóval ezeket majd mindenféleképpen pótolom. Viszont annyi eszem legalább volt, hogy amikor például kerékjáratba raktam vissza, ugyanúgy töröttek voltak a patentok, viszont magyarba is lehet venni ilyen patentkészletet, ilyen nagyon sok darabosat, és akkor abban van ilyen méretű, olyan méretű, csavarós, nem csavarós, pattanós, nem pattanós. Azok is ugyanolyan gagyik, mert ha egyszer ki kell szedni, valószínűleg még egy éves sincsen és már törve jön ki, mert ilyen, de legalább van belőle utána még 100 darabod, 200 darabod, és utána visszaraksz egy újat, és nem fog leesni, amíg nem feszegetve te akarod leszedni. Nyilván az, amelyik leesett, az megsemmisült, kiflibe hajlott, rip, úgy, ahogy van. Utána, ahogy félreálltam, leszedtem a másik oldalról, és a díszlécet itt heverelődtem a földön. Pár hónappal utána kezdtem a díszlécet keresni, itt-ott-amott. Pont akkor még beszéltem is a lakatossal, és mondta, hogy felejtsem el nagyjából, hogy olyat én találni fogok bárhol, vagy ha találok, akkor nem kapom meg, mert ezt vadásszák emberek. Így is volt, kiírtam több csoportba, és választ nem kaptam konkrétan, mert annyira esélytelen, és aztán felkerestem egy Facebook oldalt, ahol igazából ezzel foglalkoznak, egy cég, hogy ilyeneket szereznek, nyilván külföldről, és akkor mondták, hogy tudnak újat is szerezni, használtat, mondom, jó lesz a használt, hogyha normálisan néz ki. 2 darab díszlész, mert csak párba lehet kérni, mondom, jó. Így került 80 000 forintba az a 2 kis, hát nem kis, mert hosszú, de létsz, műanyag létsz. Ha ritka, akkor ennyi is lehet az ára. Igazából ez már szállítási költséggel együtt van, szóval végül is not bad, mondjuk ahhoz képest, hogy 3 hónapja hajózik a tengeren, és még nagyjából 1 hónapja van hátra, mire talán most már végre hozzám kerül. Nem a leggyorsabb kiszállítás, de figyelj, legalább kiszállítás, és azért meg tudom érteni, hogy csomag szempontjából egy undormány, mert nyilván nem hajthatod ketté, marha hosszú, annak úgy túl kell élnie, remélem is, hogy túl fogja élni az utat. Szóval, ja, hát ez nagy szívás lett ebből. Nyilván egy Suzuki Swift esetében ez annyi, hogy bemész az első bontóba és valószínűleg találsz, de hát minél ritkább az autó, annál nagyobb szívás egy ilyen. Azon kívül volt egy első fényszóró foglalat cserém is, mert hát észrevettem, hogy pislákol a jobb bal első fényszóró, és akkor mondom, hogy hát ezt le kéne csekkolni, mi van ezzel, és láttam, hogy így lehúztam, szét van égve a teljes csatlakozó, mint az állat, hát nem is értem, hogy egyáltalán eddig hogy volt kontakt, az utolsó szalmaszál, ami még kapaszkodott, az a szerencsétlen foglalat. Még szerencse, hogy nem csinált zárlat, tüzet, valamit, nem lett volna jó. Ezt még egyébként akkor mondta nekem az előző tulaj, amikor megvettem tőle az autót, hogy az ott gyengélkedik, szóval rá kéne figyelni, csak közben ugye egészen más dolgok vonták el a figyelmemet, és ez itt teljesen kiment a fejemből, meg amikor így legutóbb ott izzót cseréltem, akkor ez még marhára nem így nézett ki. De hát ennek nagyjából ez a menete, hogy folyamatosan cserélgeted az izzókat, mindig lehúzod, visszadugod, lehúzod, visszadugod, a fém ugye folyamatosan mozgatva van, öregszik, gyengül, már nem olyan lesz a kontakt, elkezd egy kicsit melegedni. Ez így egy ilyen öngerjesztő folyamat, idő után ide jut, hogyha ez így elkezdődik valamilyen oknál fogva. Szereztem új foglalatot, amiből direkt olyat kerestem, ami ilyen L alakú, ami hasonlít is a gyárira, hogy olyan gyárias kinézete legyen. Ez így jóval drágább is lett, mint egy egyszerű 500 000 forintos foglalat, mert amúgy annyi az ára, de gondoltam, egyrészt jobban néz ki, másrészt ez márkás, talán akkor jobb is, ki tudja. A lényeg, hogy a régi csatlakozót levágtam, a még maradt épp csatlakozók alapján bemértem multiméterrel, hogy melyik kábel, melyik csatlakozó helyjel van párba, utána fogtam az újat is, azon is leméregettem, hogy melyik kihez tartozik, mert nyilván a színek nem stimmeltek, és egész egyszerűen azt a színt forrasztottam ahhoz a színhez, amelyik kijött. Itt sikerült megcsinálnom életem egyik legrondább forrasztását, mert annyira undorítóan rossz helyen volt bent, hogy azt hittem, hogy megőrülök, viszont sikerült, és stabil a forrasztás, a zsugorcső pedig ápol és eltakar, szóval igazából it's fine. Utána nyilván mentem próbakört hosszabb távon is, amikor néztem a forrasztásokat kézzel, hogy melegszik-e, nem melegszik, szóval a forrasztások jól sikerültek, jó a kontakt, és gyönyörűen működik azóta is a fényszóró. Egyből ellenőriztem a jobb első fényszórónál és a foglalatot, de gyönyörű szépnek tűnik, mintha még egyáltalán nem indult volna el ez a probléma, szóval igazából addig nem akartam most oda újat beforrasztani, amíg nem indokolt, addig nem nyúlok hozzá. Hú, és hát, ja, már most túl vagyunk egy jó pár sztorin, és még van egy jó pár. Szerintem ezt a videót érdemes lesz 2 részbe szétszedni, mert így nem tűnt soknak, de amikor egy utólag visszagondolok, ez a sok apróság, és azért így lehet mindegyikről így beszélni, hogy mi az, meg hogy, ha valaki nem tudja, akkor tanul belőle. Szerintem Szerintem ez a lényeg ezeknek a videóknak, ilyen nem teljesen belemenni szakmailag, de így nagyjából így dumálgatni az ilyen dolgokról, meg hát, hogy mi is történik ezzel a kis japán csodával. Szóval ja, nem sokára érkezek majd a másik videóval is, tényleg nem sokára, és akkor abban folytatjuk majd a sztorik tömkelegét, mert még van egy pár, és vannak közötte fontosabbak, amiket nagyon meg kellett már oldani, ideje volt, és nem volt túl jó. Szóval nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!